Idén is rengetegen érkeztek advent első hétvégéjén a belvárosba, ahol felgyúltak az ünnepi díszvilágítás fényei is. Dr. Cserpalkovics András polgármester ezúttal a Szent Imre iskolaház egy kis diákjával közösen kapcsolta fel az ünnepi díszkivilágítást. Székesfehérvár belvárosában idén is gyönyörű díszletek között készülhetnek fel a családok karácsony ünnepére. A városház téli színpadon dr. Cserpalkovics András polgármester köszöntötte a város lakóit, szép és jó hangulatú adventi várakozást kívánva a fehérváriaknak. A városház téli gyertyagyújtásra Spányi Antal megyés püspök is ellátogatott. Advent első hétvégéjén emellett számos ünnepváró program zajlott. A Vigyázó Kézgyermek Védelmi Egyesület hagyományos télapóváróra invitálta az állami gondoskodásban és a nevelő szülőknél élő gyermekeket. Ez egy nagyon nagy rendezvény, több mint 250 gyerek van, és 70 önkéntes a városból segíti ezt a rendezvénynek a előkészítését és a lebonyolítását. Ezúttal is több százan töltötték együtt a vasárnapot, voltak olyan testvérek is, akik mások nevelkednek, és ilyen közösségi eseményeken tudnak csak találkozni. Az ünnepváró program sokak számára fontos része az esztendőnek. Voltam kézműves foglalkozáson, hát még nem csináltam, csak nézegettem, akkor arcfestés, akkor néztem a műsorokat. A télapóváron önkéntesek, támogatók mind-mind azért dolgoztak, hogy az állami gondoskodásban élő gyermekeknek szép és emlékezetessé tegyék az ünnepvárás pillanatait.